Sziasztok! Szóval a Natiszapart mellett biciklizve találtam ezt az épületet, és nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez egy vasúti épület volt a kialakítása miatt. Viszont üresen áll, úgyhogy most ezt egy rögtönzött urbex túrát fogok tartani, és szétnézek oda bent. Mint látjátok, már biztos, hogy üresen áll. Maximum ilyen illegális alaknak itt. Szerintem, hogy síri csendben szétnézünk. Hát, a szemetet az hordják ide. És úgy látom, hogy itt is lakik valaki. De nincs itthon. Itt látjátok, itt volt a kályha, ott van a kéménynek a helye, meg a kályhának. Viszont szerintem, hát lehet, hogy váltókezelő helyzetet, vagy vonóvezetékes váltóáltónak itt az aknája. És lehet, hogy hát ez pedig egy régi old school villanykapcsoló, de ilyen épületben elektromos dolgokhoz nem nyúlunk. Ezt sose lehessen tudni. Hát, padló az már nincsen. Volt, valószínűleg hát, hogy a parketta volt, de azt felszették. Itt lehet, hogy bakterház volt, vagy valami őrhely, esetleg szolgálati lakás, de ez volt a belső szoba. És nézzétek meg ezt a plafont. Azok lehet, hogy vasúti sínek. Hogy azt tartotta. Most beér nagyon nem merek menni, mert azt nézzétek, mi van itt. Meg azért nem azt, hogy nem merek, csak nem érdemes ide begázolni, itt érdik a szemétbe. A lámpának a helye. Hát ez most doboz, amiből már kiették a csirkepörköltet, vagy a töltött káposztát. Nézzétek, ez a másik bejárat, tehát ez a szolgálati lakás volt, akkor ugye több, egyszerre több is. Látjátok, még villanyóra is van. Itt lehet, hogy otthon vannak, ezért csak halkan nézek szét. És itt biztos, hogy laknak. És ez volt régen a fürdőszoba. Oda, és ez még működik is. Nézett ki egy lakrész, és itt biztos, hogy laknak, és több lakás is volt ebbe a tömbbe. Biztos még. Igen, itt is van egy. És itt is lakik valaki, ez pedig a villanyoló szekrény. És fel van kapcsolva a biztosíték, de szerintem állam az már nincs benne. Villanyvezetéket nem láttam. Csak halkan bejövünk, hát, de szerintem itt sincs itthon senki, úgyhogy akkor itt belesünk nyugodtan. Oké, csak lassan. Csak lassan. Nyugodtan. Itt kibontották a falat is már, vagy magától dölt ki, ott még a, megvan a csillárnak is egy darabja. Oké. És itt nincsen befüggönyözve, viszont mivel most a reptárban rendezvény van, itt autók állnak mindenhol. Akkor jó. Nézzétek, még egy két old school konnektor is megmaradt. Megnézzük. Az Urbex videó most úgyse volt mostanság a csatornán, hát majd most lesz. Az az épület a háttérben szerintem már nem a vasúthoz tartozott. Mindegy. Ó, és első itt jár az egyes buszjárat. Ti nem láttátok, de én igen, hogy elment itt egy krédó. Na, még erről az oldalról megnézem az épületet is egyébként. Itt még csengő is volt, mert meg akkor valószínűleg itt volt a betáp. Sőt, ott meg is egy vezeték. De szerintem az nem szabványos bekötés, mert a szabványos bekötés az ott lehetett a villanyóránál. Akkor ezt nézzétek, így néz ki az épületnek a másik oldala. Szerintem egy vasúti jellegű volt. Bár innen már hiányzik belőle egy darab. Sőt, szerintem ezt a falat ezt így utólag, tehát ez nem is az épülethez tartozott, mert az épület az ott a tetőnél véget ennyi, hanem itt mellé is építettek valamit, csak az meg így már eltűnt szélén számon. Úgyhogy nem tudom, hát ez a rengeteg parkoló autó meg a reptár miatt van itt.
Akkor az ennyi lett volna, szerintem akkor ezt itt vissza is mászok, vagy nehezen itt a gazba. És megyek tovább, hát ez... Csak egy ilyen kis rögtönzetel, nem készültem, nem tudom mi ez csak így... Mentem itt a Tiszaparton, és megláttam, hogy hoppá, itt ilyen is van, aztán... Akkor milyen, ne nézzük meg. És itt ebbe a kettőre biztos, hogy laknak. Meg megvannak a nyomok, de ugye ilyenkor napközben nincsenek itthon. De akkor az ennyi lett volna, kis urbexelés, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez viszont biztos, hogy külön videóba fog fölmenni. Úgyhogy akkor itt el is köszönök tőletek. Na szóval akkor. Hát ugye kicsit sötét vagyok, de egyébként is, de most a kamera szerint is, szóval na mindegy, úgyhogy sziasztok, majd találkozunk a következő videóban. Ebben az ásványvízben még van is. Beletartozik az urbex szabályából, hogy az életben nem szabad beleinni, bármi lehet benne.